Vajon minden arany, ami fénylik? Mai videónkban az Országházban zajló aranyozási feladatokat fogjuk megnézni. Több mint 10 éve dolgozunk az Országház területén, és az elmúlt 4 évben kezdtünk el foglalkozni az aranyozás, illetve a fémszínezésnek a műveleteivel. Olyan területeken dolgozunk, amelyek az Országházban nagyon-nagyon igénybe vannak véve. Ilyen területek a lábazatok, és a lent a lépcsőnek a korlátja alatt található részek és a folyosókon végig. Az Országház az egy gyönyörű műemléki épület, viszont egy használatban lévő épület is. Ugye rengeteg országgyűlés van, delegációk, rengeteg turista, és ezekben a járkálásokban és működésekben nagyon sok sérülésnek vannak kitéve ezek a területek, és ezeket nem arannyal borítjuk be, hanem egy úgynevezett metállappal. Ez a metállap, ez egy réznap, de a réznek egy ilyen finomabb ötvözete, mert cinket is tartalmaz, és ennek a cinknek az adalékával lehet megállapítani azt, hogy mennyi van benne, lehet ennek a mélységét, úgymond a színét változtatni, lehet egy kicsit sötétebb, kevesebb, attól függően, hogy mennyi cinket tartalmaz, és mi ezeket a rézlapokat tesszük föl a lábazati területekre. Arany az egy sokkal kisebb és sokkal gyengébb anyag, mint a metállap, tehát az már kézzel mondjuk nem tudjuk megfogni. A metállapnál erre van lehetőségünk. Van egy olyan anyagunk, ami például egy gyanta alap, sellaknak hívjuk. Ez még a sárgás színű, amit itt igen, látunk. Meg is tudom mutatni, és ez úgy készül, hogy ez egy Ázsiában honos rovarfajnak a váladékából készül, tehát egy abszolút állati eredetű gyantáról beszélünk, és felületképzéshez használjuk több rétegben, mert a ragasztóanyag felkenése előtt nagyon fontos, hogy a felületünket teljesen lezárjuk. Hát az arany az olyan, mintha reflektorral világítanánk meg egy hibát, mindent kidob. Ezek a metállapok az arannyal ellentétben oxidálódni kezdenek, és ennek az oxidációs folyamatnak köszönhetően a felület sajnos befeketedik. Tehát nem is lepereg, vagy lekopik, hanem ugye sötétebb forma. Így van, igen. Úgyhogy ha nagyon a jelenlegi állapotát nézzük a háznak, akkor én azt mondom, hogy egy ilyen 10-15 évente érdemes átvizsgálni a felületeket. Ezt egyébként évente meg is szoktuk tenni, és hogyha történik időközben sérülés, akkor ezt lejavítjuk, és folyamatosan vizsgáljuk ezeknek az anyagoknak így a kopását. Körülbelül mennyi idő ez a folyamat? A technológiai folyamatoknak meghatározott ideje van, és ezeket a meghatározott időket érdemes és fontos is betartani. Ugye ebből a sellak rétegből, amit meséltem az előbb, egy úgynevezett záró réteget alkotunk, ezt 3 rétegben visszük föl a felületre, és erre kerül föl a ragasztóanyag, ami egy 12 órán keresztül ható ragasztó, és 12 óra után tudunk rá dolgozni, mert akkor feszesedik meg annyira a felülete, hogy nagyon szépen be tudjuk tenni a lapokat, és ezen szépen kisimul, és amikor a felrakott lapok ugye megvannak, akkor utána még van felületvédelem, és akkor ezt a sok-sok folyamatot végigcsináljuk, és az utolsó lakkozással lesz vége. A szőnyegen elhullva is látunk egy-egy ilyen aranyforgácsot, metálforgácsot. Ezeknek van értéke? Ez az igazság, hogy ezek nagyon-nagyon könnyített lapokról beszélünk, és igazából a turista forgalom alatt szoktuk tapasztalni, hogy előszeretettel rohanják meg ezeket a területeket a turisták, és próbálják eltenni, mint egy kis szuvenír vagy érték. Na most ez nem sikerülhet, tehát hogy ezek olyan könnyű dolgok, hogy ahogy kézbe vesszük, szinte rátapad a
bőrünkre eltenni nem nagyon tudjuk, a ragasztóanyag nélkül ugye föltenni nem is nagyon lehet, tehát ezeknek az értéke teljes mértékig minimális. Akkor ezeket nem fogjuk gyűjteni itt lefelé, mert nem gyűjtjük össze. Nem érdemes.